Már nem emlékszem, hogy ragoztam a mondat elejét. Mindegy. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó ismételten egy Percy Jackson sorozattal kapcsolatos fejlemények videó lesz. Ahogy az a címből is kiderült, meg az öltözékemből, meg mindenből. Most egy picit összevártam több hírt, mert június 1-én megkezdték egyébként a sorozat forgatását, és akkor tettek ki új castingot, néhány szereplőnek a castingját megmutatták, illetve utána volt egy ilyen, már 2 hete forgatunk posztja Rick Riordannak, illetve tegnap előtt este, hogy ezt felveszem, kitettek 3 újabb casting hírt, úgyhogy most ezeket fogom összegezni egy kicsit. Oké, magáról a forgatásról igazából Rick Riordan annyit írt, hogy amúgy jól megy, az első 2 epizódot forgatják jelenleg, és így mesél a blog bejegyzéseiben arról, hogy egyébként milyen bonyolult dolog is egy jelenetet fölvenni, meg mennyi ideig tart, úgyhogy ha valaki arra kíváncsi lenne, akkor tud infót szerezni a blog bejegyzésekből, de akkor nézzük a casting híreket, mert ez a legizgalmasabb része igazából az elmúlt időszak fejleményei. A legizgalmasabb fejlemények azok a casting hírek. Na, van egy Sally Jacksonunk most már, akit Virginia Kill fog játszani. Mindenki az ír egy ilyen rövid bemutatást Rick Riordan, hogy így, hát ha azzal gondolom segít képbe kerülni. Én a színészek nagy részét nem ismerem, az alapján se ismerősek, vagy nem is láttam azokat a dolgokat, amik hozzájuk ki vannak listázva, úgyhogy nem sokról tudok így hosszasabb véleményt alkotni. Virginia Kill, aki majd Sally Jacksont fogja játszani, ránézésre hasonlít a szerepre, többet nagyon nem tudok róla nyilatkozni, szóval így ránézésre eltalálták, szóval, de nem láttam semmiben, úgyhogy a többi részéről nem tudok tényleg semmi érdemlegeset mondani. Na viszont, akit Dionysos Mr. D szerepére választottak, az egy olyan 5 csillagos színészválasztás, hogy zseniális, az a színész zseniális, tehát nem biztos, hogy jól mondom ki a nevét. Jason Mantzoukas, úgyis mindenkiről be fogom rakni a képet, hogy hát ha valaki arcról tud színészeket azonosítani. Mindegy, ez az ember csodálatos lesz Mr. D-ként. Tehát pont olyan, én ilyen őrült szerepbe láttam a Brooklyn Nine-Nine-ban, és abban zseniális volt, és hogyha így belegondolok, igazából Dionysos is hasonló szerep azért kicsit, úgyhogy ez egy csodálatos casting, úgyhogy ezt nagyon-nagyon várom, hogy mit fog alakítani a sorozatban. Bejelentették ezen felül Mrs. Dodds, azt hiszem így van magyarul is a könyvekben, azaz az egyik fúrja Alecto, aki a színészt, aki Alectót fogja játszani. Neki igazából az első könyvben valóban van nagyobb szerepe, de nem tudom, így, tehát hogy azok között, az emberek között, akiknek mondjuk a castingját vártam, Mrs. Dodds nem szerepelt. Ránézésre valószínűleg jó lesz, nem tudom, tényleg erről se nagyon tudok nyilatkozni, mert úgyis egy ponton rajta lesz egy csomó maszkírozás, vagy CGI, vagy beleszöltöztetve, átleszöltöztetve, úgy ugye, mivel hogy fúria, az máshogy néz ki külsőleg. Úgyhogy igen, erről így annyira nem tudok mit mondani. Aztán még Cheiront is bejelentették, azaz Mr. Brunner Cheiron, ugye attól függ, hogy hol tart az ember a könyvben. Ő Glyn Turman lesz, és meg nem mondom, hogy a felsoroltak közül volt ismerős film, hogy ő miben játszott, de nem vagyok benne biztos, hogy láttam is. Minden esetre ő egyébként így mint a színészre így ránézve is ilyen mentorfigurának tűnik, tehát hogy szerintem a bölcs Kento úr szerepét el fogja tudni jól játszani, mert mint hogy én így el tudtam képzelni így a képe alapján, hogy igen, ő úgy oda beleillik, úgyhogy szerintem ő is egy jó választás volt. Illetve ugye Sally férje Percy mostoha apja szerepére, pedig büdös Gabe szerepére Tim Sharpot választották, szerintem őt, ha láttam is valamiben, nem emlékszem rá, viszont szintén úgy tűnik, hogy valószínűleg jó lesz, bár én büdös Gabe-et mindig egy ilyen nagyon kövér embernek képzeltem el, de ez igazából lényegtelen. Ő se fog sokat szerepelni, úgy echte a sztori szempontjából valószínűleg, tehát hogy nem lesz olyan nagy a vászon ideje. A következő karakternek se teljesen értem, hogy miért olyan jelentős, hogy ő lett bejelentve, mármint Nancy Boba Fett
csak az első fejezetekben van benne, és utána kb. Az ötödik részben, nem, az nincs is benne a könyvben, mert van egy ilyen kihagyott jelenet az ötödik könyvben, amiben nincs benne. Szóval én annyira az ő castingját így nem tartottam olyan nagyon létfontosságúnak, azt hiszem, már mint nekem igazából ilyen szempontból mindegy, hogy ki fogja bullizni Percyt az első három fejezetben, vagy az elején, ugye? Majd kiderül, hogy a kis hölgy, hogy, ja igen, nem mondtam a nevét, Olivia Morton, majd hogyan fog alakítani, biztos jó lesz. Viszont az volt a kedvencem, hogy TikTokon láttam, azt hiszem, hogy mindenki első reakció, hogy tökéletes lenne Harry Potterbe fiatal Lily fankasznak, úgyhogy egyébként ebben igazuk van az embereknek, szerintem is pontosan úgy néz ki, mint egy fiatal Lily. Továbbá Clarice LaRue szerepére is megtudtuk, hogy ki vállalkozott, ez pedig Dior Goodjohn lesz. Alapvetően mondjuk én Clarice-t, mármint, hogy mivel én a filmeket láttam először, ezért mielőtt én még megismertem volna a könyvbeli Clarice, nekem az a Clarice volt a fejemben, ami a második filmben volt. És akkor utána ilyen fanartok segítségével, meg így leírás alapján jöttem rá később, hogy ő ilyen nagy darab csaj. Ez a színésznő nem tűnik ki képről, mert ezt az egy képet láttam én is róla, nem tűnik olyan nagy darabnak. Igazából szerintem egy ilyen badass karakter, tehát Clarice-t én mindig is egy badass karakternek gondoltam, és igazából nem utáltam, mármint ő ugye rezidens bully karakter, de hogy amúgy szerintem egy tök jó karakter, és én szeretem is Clarice-t, úgyhogy szeretem. Mivel ezt a színésznőt se láttam, a legtöbb színészt ugye nem láttam semmiben, ezért nem tudom megmondani így, hogy milyen játékra számíthatunk tőle, de én úgy vagyok vele, hogy nem, nincs problémám ezzel a castinggal sem. Továbbra is úgy vagyok vele, hogy valószínűleg minden szereplő helyére a lehető legjobb színész próbálták megtalálni, szóval valószínűleg ő egy jó színész erre a szerepre, aztán majd kiderül. Ja, úgyhogy amúgy szerintem én úgy érzem, hogy így ránéztem, oda volt írva, hogy Clarice, azt mondtam, hogy ja, ez jó lehet. És az utolsó Luke Castellan, és ez is egy hatalmas, hatalmas, csodálatos casting choice. Mármint ez a srác gyakorlatilag még így semmiben nem játszott Charlie Bushnell, lesz a színész. De így ránéztem a képre, és azt mondtam, hogy te jó leszel a szerepre. Mármint, hogy csak így tényleg ez az egy darab kép, amit láttam róla, de ránézésre jó lesz a szerepre. Egyrészt én nagyon örülök, hogy nem szőke, mármint, hogy a könyvben szőke. Nem tudom, hogy be lesz a festve a haj, vagy valami, mindegy. De így ránéztem, és mondom, te pont egy olyan karakter vagy, akiből kinézem, hogy Hermész fia, kinézem, hogy ez a jó, de nem jó, de jó karakter, mármint, hogy melyik oldalon áll karakter, tehát hogy így ránéztem az arcára, és azt mondtam, hogy te egy jó casting choice voltál. Ugye Luke-ról azt kell tudni a könyvekben is, hogy hihetetlen jóképű. Csak ugye van egy sebb hely az arcán, és erre szerintem ez a csávó tök jó választás, mármint, hogy így ránézel, és azt mondod, hogy ő egy ilyen szép fiú. De hogy közben el tudod róla hinni, hogy lepaktált Kronosszal. Szóval szerintem ő egy nagyon jó döntés volt, csak így ránézés alapján. Látom benne a karaktert. Úgyhogy igen, ezek a legfrissebb casting hírek. Én az összességében egyébként így mindegyikkel elégedett vagyok, de Dionysos és Luke karakterével kifejezetten elégedett vagyok. Úgyhogy igen, úgyhogy forognak a részek, remélem jövőre tényleg fog jönni, és olyan jó lesz. Kommentben írjátok meg, ti mit szóltok ezekhez a mihez casting döntésekhez, sose tudom ennek mi a magyar megfelelője, ezekhez a szerepválogatásokhoz, na, beszélgessünk róla. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!